Sakbaráti szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakmagazinban. Én Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és sajnálattal kell bejelentenem, hogy sok szakmai nagymesterünk, Varga Péter, nemzetközi mester, egy nagymesteri tudású klasszis, nem ül mellettem és nem tudja önöknek kiváló szakértelemmel tolmácsolni a megye sakkozóinak különféle alkotásait, tehát sakpartiait. Műsorunkban be kell, hogy számoljak az NB2 küzdelmeiről, ugyanis nem régiben befejeztük a harmadik fordulót az NB2 küzdelmeiben. A Tiszavasvári csapata Debrecenben látogatott, azzal a Debreceni sakkiskolak vízdas játszott, amelyik ö, méretes zakót kapott a második fordulóban a Nyíregyházi sportcentrumtól. Szokták mondani, hogy a szerencse forgandó, sajnos ez történt, ugyanis a debreceniek odahaza meg tudták verni a Tiszavasvári csapatát. A papírforma ö, bizonyos debreceni Sikert jósolt, sajnos azonban a 7,5-4,5 arányú vereség nagyobb méretű egy kicsivel, mint a papírforma alapján az jósolható lett volna. A szerencse, mint az imént mondtam, forgandó, én biztos vagyok benne, hogy a Tiszavasvári csapata a későbbi fordulókban szerencsésebben fog játszani. A harmadik fordulóban a két Nyiregyházi csapat csapott össze, a Nyiregyházi Sportcentrum csapata látogatott el, a Nyíregyházi Egyetem csapatához kiváló helyszínre, a megyeháza dísztermében igazán méltó helyszínen tudott összecsapni a megye és a város két legjobb NB2-es csapata. Ezen a helyszínen tíz évvel ezelőtt ugye magyar bajnokságot is rendeztek, olyan klasszisok játszottak ott, mint Szaksz Gyula, korábbi világbajnok jelölt, Almási Zoltán kétszeres olimpiai ezüstérmes, és sok más híres magyar nagymester. Ezen a méltó helyen, ahol a falakról, például Rákóczi fejedelem vagy Szent István képe szemlélte a partikat, ezen híres uralkodókhoz és hadvezérekhez képest parás csata alakult ki a különböző táblákon. Mint ismeretes, az MB2-ben a két csapat 12-12 játékost állít ki, és egy-egy partit játszanak ezek a játékosok, tehát 12 táblán mérkőzik meg egymással a két csapat. A papírforma a sportcentrumnak a sikerét jósolta, a papírforma azonban a sportcentrum javára még fel is borult, ugyanis nagyobb arányú 9-3-as vereséget tudott mérni a nyiregyházi sportcentrum csapata a nyiregyházi egyetemistákra. Én azt hiszem, hogy ennek ellenére az egyetemisták megérdemelnek minden elismerést, mert erejüket megfeszítve küzdöttek, a sportcentrum pedig azért, mert egy gyengébb csapatot magabiztosan győztek le, mégpedig úgy, hogy partit sem vesztettek, hat partiban döntetlen alakult ki, mindegyik kijátszott parti volt, és hat partiban pedig a sportcentrum sakkozói győztek. Ezen harmadik forduló után a Nyíregyházi egyetemisták a 11. helyre, az utolsó előtti helyre csúsztak le, 13 táblapontot szereztek, a Tiszavasvári csapata 14 táblaponttal a 8. helyen állnak, tehát látható, hogy az MB2 mezőnyének hátsó részében meglehetősen kiegyenlítettek a csapatoknak az eddigi teljesítményei és a Nyíregyházi Sportcentrum pedig elszakadt a másik két csapattól, feljött a negyedik helyre 23 és fél ponttal, mindössze fél ponttal van lemaradva a harmadik helyen álló csapattól. A megyei csapatbajnokság küzdelmei is beindultak, azonban több mérkőzést el kellett halasztani, így például a Nyíregyházi Sportcentrum csapata még egyik fordulóban sem tudott játszani, és a mezőny meglehetősen kiegyenlítetlen emiatt, mivel még nem játszott mérkőzést a Sportcentrum második csapat, ezért ők állnak nagy halászsal a, a tabella végén, érdekes, ugye hát a, a, sportcentrum volt tavaly a bajnok, és a Nyíregyház Egyetem második, illetve harmadik csapat az első két helyen áll. Ez azért üde szín volt a megyes életében, mert a megyei első osztályú csapatbajnokságban tavaly meglehetősen gyengélkedett a, az egyetemnek a Korábbi nevén a Piremonnak a második csapata, tehát a, a, az egyetem hár, harmadik csapata, most azonban, hát persze, nem a második legerősebb csapat, de a második helyen áll a tabellán. Ez azt hiszem, hogy kellően lelkesítheti az egyetemistáknak az egy-két idősebb és egyéb iránt ifigből álló csapatát. Ezek után szeretnék önöknek bemutatni néhány partit, amelyet megyénk játékosai játszottak az MB2 küzdelmeiben. A második fordulóban játszott partikból szeretnék önöknek bemutatni. Az MB2 második fordulójában a Sírma Besenyő Tiszavasvári mérkőzésen felborult a papírforma. Nem sokan jósolták volna, hogy Újhelyi András, a Tiszavasvári játékosa, ki tudja tartani bunda nemzetközi mestert, egy ukrán nemzetiségű erős nemzetközi mestert az első táblán azért, mert András jóval alacsonyabb értékszámú és első osztályú minősítésű, Bunda mester pedig nemzetközi mester, sokkal magasabb értékszámmal rendelkezik, és amellett még a világos figurákat vezette. Nos, a papírforma felborult, a partit szemlélve azt láthattuk, hogy érvényesült Andrásnak a, a, bombabiztos stílusa, és Bunda Mester, mintha eltürelmetlenkedte volna a partit. De hát nézzük. Bunda Mester vezette a világos figurákat, d 4 el kezdett, amire András Huszár f válaszolt. Következett C4, és András E6-tal válaszolt, felvállalva a, vezércsel, vagy nimzoindiai védelem, vezérindiai védelem, vagy, vagy nagyon sok más felállásnak a, az ódiumát, nem kíván belemenni egy Grünfeld védelembe, vagy egy indiai védelembe. Bunda mester valószínűleg megnézte Andrásnak a partjait, és látta, hogy egy nagyon stabil pozíciójátékostól van szó, ezért igyekezett mellékutakra terelni a partit, G3-mal bejelentette, hogy a világos mezeű futóját szányra kívánja fejleszteni, tehát G2-G3, amire András C5-öt húzott. Bunda mester pedig úgy döntött, hogy a Benoni védelem bizonyos változatába tereli a küzdelmet, D5-tel válaszolt. Gyalogüt D5, C ütüt D5, D6. Itt Tandrásnak lett volna a sznék változatba a futó D6, majd futó C7-be belemenni, azonban nyilván egy ilyen erős taktikai vénával is megáldott nemzetközi mester ellen nem kívánt egy alogért védekező állást felvenni, mert abban könnyen rajta veszíthetett, egy ilyen főbb változatba kívánta terelni a játékot. 20 C3 amire András nem fejlesztette szányra a sötét mezőjű futóját, hanem ehetet húzott a futóval. Futó G2 következett, majd rövid sánc. Ebben az állásban, ebben az úgynevezett Benoni védelemben sötét általában a sötét futóját G7-re, azaz szányra szokta fejleszteni, és a vezérszányi gyalogtöbletét, tehát az A7, B7, C5, három gyalogját szokta nem egyszer mozgósítani világosnak a, a kevesebb vezérszányi gyalogjával szemben, és ha sikerül jól kinyitni a nagyátlót, az A1H8 nagyátlót, akkor igen erősé válhat a G7 futó. Tehát egy ilyen felállásnak a szintézise tulajdonképpen a, a Benoni védelem, felvállalva azt, hogy világosnak viszont a centrumban van gyalog töblete, és a centrumban mérhet ellencsapást sötét állására. Világosnak lehetősége van e 4-el és f 4 egy bővebb gyalogcentrumot felállítani. Ebben az esetben azonban mivel G2-re fejlesztette a futót, talán inkább tarthatott egy vezér B6, majd C5, C4 gyalogtolástól, ami bizonyos változatokban jól jöhet sötétnek, ezért nem a kibővített centrumot választotta, hanem Huszár F3-mal válaszolt bundamester, Huszár G1 F3, amire András a B8 huszáját helyezte D7-re fontos az e pontnak az ellenőrzése. Ha az e pontot sötét szilárdan a kezében tartja, akkor nehezen megy világosnak a centrumbeli ellentámadása. Világos minden esetre rövidre sáncolt. András pedig Bástya e 8 válaszolt, hogy a félig nyílt E vonalon jusson ellentámadáshoz. Bundamester Bástya e 1 válaszolt, és sötét pedig a bástyát A8-ról B8-ra helyezte, hiszen szeretne előrébb rontani a gyaloggal B7-B5-tel, majd B4-jel elzavarni azt az egészen jól álló C3 huszárt, másrésztől pedig az esetleg kinyíló nagy átlón a G2 futónak a hatómezeiből vonta ki a bástyát András ezzel a, a bástyalépéssel világos A4-et húzott, ami egy nagyon logikus lépés, mivel megállítja a vezérszárnyi gyalogrohamot, most betiltva a B7-B5, A6 előkészítésre pedig Akár még A5-tel lehet lestoppolni a sötét vezérszálni gyalogokat. Kisebb hátránya ennek a lépésnek, hogy elgyengült a B4 mező világos állásában, de nem olyan egyszerű sötétnek bármelyik huszárjával B4-re beállni. András óvatosabban állt fel, B6-ot választott. B6, ebben az esetben ugyanis A5 nem megy azonnal. Bunda mester neki látott a centrum fölénynek, E2, E4. András folytatta a vezérszárnyi tervét, A7, A6, amire világos erősítette a B5 pontot, a futóval húzott F1-et futó G2-F1, annak a futónak ott a nagy átlón most különösebb tennivalója nincs, viszont mielőtt akcióba kezdhetne világos a centrumban, a, ö, azt megelőzően még meg kell állítani a sötétnek a vezérszárnyi kezdeményezését. Ennek a lépésnek az árnyoldala az, hogy pillanatnyilag kinyitja az E5 pont megszállásának a lehetőségét, sötét huszár F6-G4-et húzott, mert most úgy tud beállni a huszárral E5-re, hogy 20 F3 üt E5, után huszárral tud visszaütni E5-re. Világos 20 D2-vel válaszolt. Most ne, nem ad semmit sem tulajdonképpen a huszár E5, hiszen F4-en jól elzavarható az a, az a beálló huszár, ezért huszár F8-at húzott András. nem tisztázza a huszára előtt beugrással az állást, hanem kisé későbbre halasztja ezzel a, ezzel a stratégiai lépéssel a, a centrumbeli küzdelmet. H3-mal elzavarta a lovat, amire a huszár F6-ra vonult vissza. Bundamester nekindult a centrumban F4-jel, amire következett Bástya F6 vagyis futó F6. Tartani kell ugyanis az E5 pontot, nem lehet egyebet tenni. Következett huszár F3, amivel világos, huszár D2 F3, világos bekapcsolt még egy tisztat az E5 pont elleni nyomásba. Ezek után természetesen nincs más lehetőség, mint huszár F8 G6-tal egy újabb tisztet bekapcsolni az E5 pont ellenőrzésébe, huszár F8 G6, és erre pedig vezér d3 következett. András leadta a sötét mezőjű futóját, futó c3, b c3 és f6-tal egy olyan stabil védekező állást vet fel, ami hát engem az első világbajnok állásaira Steinicre emlékeztetett, f7 f6. Ezek után ö, azt lehet látni, hogy sötét sziládon kezében tartja az előtt pontot, kérdéses azonban, hogy király szárnyi áttörésre mennyire van lehetősége sötétnek. Nos, hát nézzük, hogy alakul tovább a parti. Futó D2 és B5. Miután ö, Újhelyi bandi úgy látta, hogy stabilizálta a centrumbeli előretörést, ezek után nekilátott a vezérszányi aktivitásnak B5-tel, gyalog A4 B5, sötét visszaütött B5-tel és ezzel már kezd kijönni az eszme az állásban, ha világos nem tud áttörni a centrumban vagy a királyszányon, akkor, akkor sötétnek legalább döntetlene van, hiszen szabad gyalogot tud képezni a vezérszárnyon. Király H2-vel világos kivonta a, a királyát az esetleg megnyíló állásból, és vezér C7-tel, válaszolt sötét, ezzel a vezér c 7 még egy tisztet bekapcsolt az E5 pont őrzésébe, és emellett azon fontos tennivalót valósította meg sötét, hogy össze kell kötni a két bástyát a nyolcadik soron. Ezek után pedig ugye Biztosítani kell akár futó D7-tel a B5 szabadgyalogot, és azok után pedig meg lehet kíséreni, felszámolni azt, hogy világos a bástyával tartja az A vonalat uralma alatt. Tehát sorozatos cserék után a vezérszáni szabadgyalog érvényesítése a stratégiai célja Újhelyi Andrásnak. Elkezdte forszírozni a küzdelmet a nemzetközi mester f gyalog F4 E5, ezzel azonban a huszárt E5-re űzte. Ez a huszár ö, ö, lecserélhető. Tehát huszár G6 E5, és lecserélhető ez a huszár, huszár üt E5, de itt bástyával kell visszaütni E5-re, tekintettel arra, hogy a, C, 4 gyalog visszamarad gyalog. Ha a gyaloggal ütnénk vissza, akár a D, akár az F gyaloggal, akkor az e 4 gyalog stabil és erős volna. András azonban az E8 bástyával ütött vissza E5-re, és ezzel meghagyta azt a gyengeséget, a mester állásában, ami védhető, de, de a centrumban az előre nyomulás elakadt. Tehát üssük le a bástyával az E5 lovat, majd Bunda mester neki látott megállítani a vezérszárnyi gyalogtöbletet, bástya E1, B1-et lépett. Óvni kell azt a bizonyos gyalogot, természetesen futó C8-D7 következik, és világos soron következő lépése, hát hogy is mondjam, számomra logikus. Abban az esetben, ha most világos a D2 futóval leütné a H6 lovat, azt mondhatnánk, hogy kissé felborította a sötét gyalogokat, a gyalogállást azonban nem marad elég ereje, könnyű tisztje, a felszakadó sötét királyállást megszállni, mivel már csak nehéz tisztje van, azzal nem lehet felvonulni a félig nyílt G vonalon, illetve a világos mezőjű futóval ilyesmit nem tehet. Ha megtámadná, tehát hogyha a futó H6, G7 üt H6 következett volna, és megtámadja a vezérrel, mondjuk vezér D3, D2-vel a H6 gyalogot, sötét húz egy király G2-t, és világos nem tud előrébb jutni. Következésképpen a mesternek meg kell tartania a sötét mezőjű futót alkalmasabb pillanatokra. Ezért elzavarta inkább a futóval, F4-jel futó F4-jel az előtre befélelődését, bástyát, amivel természetesen e 8 kellett Andrásnak visszalépni, hiszen őrizni kell az A8 betörési pontot a nehéz tisztekkel. Tehát bástya előtt 5 E8, és bunda mester megkezdte a behatolást, bástya A1, A6. Amennyiben világosnak sikerül végérvényesen uralmalá hajtani az A vonalat, a vezérszágyi gyalogtöbletért az bőven kellő kompenzáció, az állás most még úgymond dinamikus egyensúlyban van. Huszár F7 következett, annak a huszárnak H6-on semmi ö, tennivalója, semmi funkciója nincsen, és célszerű továbbra is ugye ellenőrizni az előtt illetve F5 pontokat esetleges áttörési kísérlet miatt, azonban Bástya BA1-et húzott. Na most ebben az állásban behatolni még nem lehet, és egy bástya csere után már az Ávonal birtoklása nem jelent olyan rettenetesen nagy előnyt világos részére, tehát az állás továbbra is egyensúlyban van. András huszár E ötört húzott, csalogatva sötétet, hogy adja le a sötét mezeű futóját, és abban az esetben jó futó, ö, rossz futó állást játszhatna a nemzetközi mesterrel szemben. Hát bundamester nem lottó nyerte a nemzetközi mesteri címét, természetesen nem ütötte azt le, hanem vezér C2-t húzott, elvonta a megtámadt vezért a huszárható köréből, vezér C2, és erre András mozgósított b 4 jel Ez az állás én nekem egyre kevésbé tetszik. Mármint világos szemszögéből. András nagyon jól játszotta ezt az állást, kezdi érvényesíteni a vezérszárnyi gyalogtöbletét, és sötétnek hiába van futópárja, nem olyan szerkezetű az állás, hogy a futópár érdemben nagy üzembe kapcsolhasson. Az állás még természetesen egyenlő, de itt már, hogy is mondjam, szabadabb játéka van sötétnek. Bunda mester el is vesztette a türelmét, én azt hiszem, hogy inkább a C3 gyalogal kellett volna B4-re beütni, majd kivonni a vezért a, 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 csere elől, de elveszíthette a türelmét, és c 4 jel c 4 lépett egy olyat, amivel gyakorlatilag bezárta a sötét futóját, itt már világos, kisebb előnyben van. C4-re következett Bástya B7. Nem húzhatott ö, sötét bást ö, vezér b hogy majd bástya A8-a szembeálljon, hiszen ö, vezér B7-re következhetett volna bástya A6-A7, és a vezérrel kénytelen lett volna C7-re visszamenni. Ezért bástya B7, bástya E, B8 felállást kellett követni. Erre jött vezér B3, bástya E, b 8 Bást, futó E2, Bástya B6, sötét szeretne Bástyát cserélni, de világos ezelőtt mindig kitér, Bástya A7, Bástya B7, Bástya A7-A2, és vezér D8. Ezek után következik G4. Sötét, megki, világos megkísérli a királyszárnyi áttörést. András ezért is húzott vezér D8-at, hogy őrizze a G5 pontot, H6-tal pedig megállította azt. Bástya A6, bástya E8, vagyis futó E8, király G3, bástya B6, bástya A6, a5, kitért a mester a, a, vezér, a, elől, vezér C7. Király F2, itt ez fogáskeresés, huszár F6, F7, bást, futó F3, vezér E7, H4, megindul a végső gyalogroham, na de hát ez nem fog igazából célt érni, hiszen következett huszár E5, Futó D1, Huszár F7, Királye 3, Futó D7, Bástya A8, Vezér D8, és itt a Bástya csere az szerintem hibáztatható sötét részéről, aki elveszíthette a türelmét. Bástya üt B8, Bástya üt B8, Bástya A6, Bástya A8, vezér A2, bástya A6, a 6 vezér B8. Megvédve a vezér B8, megvédi a D6 gyalogot, és kezdi futtatni a B4 szabadgyalogot, futó B3 kötelező. Király F8, hozzuk a királyt E7-re, király D2, Király E7, király C2, futó C8, vezér A5, vezér B7, nincs semmi behatolási pont, vezér B7, futó C1, vezér A6, vezér B5, és azt hiszem, hogy a nemzetközi mester ezzel a pontatlan lépéssel veszítette el a partit, a vezércsere után már nem fogja tudni tartani az állását. De azért szétszakad a gyaloglánc, és a futó huszás sötét részéről szabadabb együttműködés biztosít. Le kell ütni a vezér, tehát vezérült B5, gyalogült király D7. Hozni kell a királyt B6-ra, majd a futó D7-re állítjuk, és leütjük a, a B5-re kerülő gyalogot. Ezért B6 következett, futó A6, természetesen megszálljuk a fe, egyetlen felszabaduló átlót, futó A4, király C8, megyünk a B6-ra kerülő gyalogért, király C8, futó C6, huszár e5, előzzük azt a futót onnan, g5, de ez már semmit sem jelent, mert hogy gyalog üt g5, h5 g5, h5 g5, futó d3, közbeiktatás, király b3, leüt, leüti András az e4-re került gyalogot, és ezzel már teljesen nyert végjátékra tesz szert, g5 f6, H, g5 f6 futó h6, Huszárüt C6, gyalogüt C6, futóüt C6, futó G7, király B7, futóüt F6, király B6, futó D8, király B5, F6, Futó E8, és ezzel tulajdonképpen meg van állítva a világos egyetlen gyalogja, és sötét pedig a, a D, C és B gyalogokkal elsöpri a világost. Következett futó E7, fut, ö, futó F7, sak király B2, D5, futó D6, C4, futó E5, C3 sakk, király C2, király C4, király B1, B3, futó F4, futó G6, és nincs tovább a nemzetközi mester letette a fegyvert, következő lépésre megkapta volna király A1, vagy király C1-re megkapta volna a B3-B2 sakkot, majd a gyalog b 1 érkezik, és pár lépésben mattól. Nagyon hosszú parti volt, a pozíciójáték értőinek azonban ez kivételes csemege, és ezúton is gratulálunk Újhelyi Andrásnak, a nemzetközi mester is És most, tisztelt nézőink, sajnos végére érkeztünk a műsoridőnek, el kell, hogy búcsúzzunk, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!